estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, ugyanis érdekes témákat gyűjtöttem össze. Közös értékek, önzetlen szeretet, randevú egy életen át. Közel 2 évtizede Angliából indult el az a kezdeményezés, amely Valentin nap környékén minden évben egy héten keresztül kívánja felhívni a figyelmet a házasság és a család fontosságára. A házasság hetét mára már 4 kontinens 21 országában ünneplik. Most 61, már 62. éve, hogy házasok vagyunk a papával. De a mai napig is szerelmes vagyok a papával. Hát lehet, hogy szégyen kimondani egy 82 éves öregasszonynak, de én akkor is szerelmes vagyok az én páromba, a papával. Nagyon. Most is igen jó ember. Csak hát most szegény egy kicsit beteg, és megápolom, mindent megteszek, masszírozom a lábait, lábát megmosom, körmit levágom, haját megmosom, borotválom, minden. Történet egy boldog, olykor akadályokba ütköző, de mégis meghitt, önzetlen és példaértékű szerelemről, amely 62 évvel ezelőtt szövődött. Két ember, két sors, mégis közös út. Hagyjának Andrea filmje arra mutat rá, melyek azok az értékek, melyeket keresnünk kell egy kapcsolatban, egy másik emberben, a társunkban. Ha újra kezdhetném, én akkor is a papád választanám mindenhogyan. Mindenhogyan. Én nekem csak a papa van, az is marad. Újra kezdhetném, szintén csak a őröném feleségül. Hát én azt üzenem a fiataloknak. Először is csak olyan álljanak szóba a fiúk is, a lányok is, akit úgy érez, hogy ő neki az lehetne a párja. És nagyon becsülje meg, ha megtalálta. Ez a kapcsolat, ez a szerelem egy örökké tartó szerelem. Én az unokájuk vagyok a szereplőknek, és egész életemben ezt láttam, hogy ők hogy szeretik egymást, és mindenképpen szerettem volna megmutatni ezt minél több embernek. Az a fajta nyugalom és szeretet, ami köztük van, úgy gondolom, hogy példaértékű, és szerettem volna elvinni a jövőbe magammal, és hát remélem, hogy még sokáig fog tartani. Szerinted milyen tanulságokat vonhatnak le a nézők, akik látják ezt a filmet? Én azt gondolom, hogy amit a nagymamám is elmondott, hogy nem szabad mindent egyből feladni. Ez egy fontos üzenete a filmnek, és az élet tele van nehézségekkel, fent és lent erről szól minden kapcsolat, és úgy gondolom, hogy a kitartás, a szeretet, az mindent legyőz. Az elmúlt hét a házasság hete volt. Az a hét, amely a szeretetre, a megértésre, az önzetlenségre fókuszál, felhívva ezzel a figyelmet a házasság fontosságára. A kezdeményezést 1996-ban Richard és Maria Kane indította útjára az USA-ban. Hazánkban a Magyar Evangéliumi Szövetség és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa indította el a programot 2008-ban. A mozgalom célja, hogy megismertesse az emberekkel azokat a hagyományos értékeket, amelyek örömtelivé és sikeressé tehetik a házasságot, ami az egész társadalom számára is előnyös, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek és a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. A mi dolgunk egy picit talán az, hogy újra megkeresztjük és megtaláljuk azt a tartalmat, amit azt gondolom, hogy keresztény értékrendünk szerint fontosnak tartunk. Például ugye ilyen ez a bizonyos február 14-i Valentin nap, ami most már nem a szentre emlékezünk, hanem gyakorlatilag szoktam mondani, ez a rózsaszín lufik ünnepe. Ami egy nagyon fontos dolog, hogy a párok odafigyeljenek egymásra, kifejezik a szeretetüket. Ugye az a kérdés, hogy milyen szinten és milyen mélységben maradt meg ez az ünneplés.
A házasság hete igazából erre a gondolatra épült rá, legalábbis amennyire én látom és én tudom, hogy ez a szeretetnek a hete, az egymáshoz tartozásnak a hete, hogy az egy olyan, legyen egy olyan időszak, amikor ez a fajta elköteleződés, egymás mellettiség fókuszba kerül. Az elmúlt időszakban nőtt a házasulandók, ezen belül a templomban köttetett házasságok száma. Tornyai Gábor plébános azt mondja, hogy az egyházi szertartás alkalmával a párok Isten áldását kérhetik a jövőjükre nézve. Én most azt látom, hogy bőséggel vannak templomi házasságkötések. Ugye az a kérdés, hogy kinek milyen ebben a belső motivációja, indítatása. Amit próbálok elérni a pároknál, hogy azt lássák meg, hogy itt nem csak egy szép szertartáson vesznek részt, ami persze fontos, hogy lehet vonulni meg szól az úrgona, hanem hogy itt azon túl, hogy elköteleződnek egymás mellett, az Isten áldását kapják a jövőkre nézve. A házasság azonban sokkal több annál, mint egy templomi szertartás. A házasság évtizedeken át tartó, kölcsönös és kemény munka. Ahhoz pedig számtalan dolog kell, hogy ennek a munkának a gyümölcse rendszeresen beérjen. Mihalesz Gábor, család- és párterapeuta annak szentelte életét, hogy ezen az úton segítse a házaspárokat, és megoldást mutasson azokra az élethelyzetekre, amiket a párok már sokszor kilátástalannak tartanak. Sajnos mi emberek olyan lények vagyunk, akik akkor vagyunk hajlandók a leginkább tanulni, ha valami nagyon veszélyeztet, nagyon fenyeget bennünket. Általában, aki egy krízist megélt már, az nagyon nyitottá válik. Férfiaknál különösen a szenvedés nyomása hat, amikor már az egyik bajból kerül a másikba, és nem találja a megoldást, akkor hirtelen nyitottá válik a tanulásra. És hát van egy másik dolog, amit csak nagyon halkan súgok meg, a férfiakra sajnos az ultimátum is nagyon hat, de vigyázni kell, mert ez csak egy olyan kártya, amit egyszer lehet kijátszani. Mi az, amit útravalóként tudnál tanácsolni, akár friss házasoknak, pároknak, azokat, akik már eljegyezték egymást, vagy esetleg 30 éve együtt vannak? Mi ez az útravaló, amivel mehetnek tovább az év további részébe? Kezdjük el a házasságunkat úgy tekinteni, mint egy bankbetétet. És kérdezzük meg magunktól minden nap, mennyit tettem be ma? Csak kifelé vettem, vagy raktam vissza is valamit? Ugyanis, mint ahogy a valós bankbetétnél is, ha csak kifelé veszek, akkor egy idő után a pluszból eljutok a nullából eljutok a mínuszba, és nagyon rossz érzés ott lenni. Nagyon szenvedésteli, fájdalmas érzés a házasságban mínuszban lenni. Tegyünk bele minden nap valamit. Minden reggel, amikor felébredünk, kérdezzük meg magunktól, mivel fejezhetem ki ma a szeretetemet a férjem iránt, a feleségem iránt? Hogyan lehetnék ma egy fokkal jobb férj, mint amilyen tegnap voltam? Mi lehet az a konkrét dolog, amit tehetek kettőnkért? És hogyha minden nap teszünk bele valamit, akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy mindig a plusz tartományban leszünk, és olyan egy nehéz, egy rázós időszak, akkor lesz tartalékunk, és nem megyünk egyből a nullára vagy a mínuszba. Ezt üzenném a pároknak. Városunkban számos egyesület és programszervező csatlakozott a házasság hetéhez. A Széna Egyesület egyike azoknak a székesfehérvári szervezeteknek, amelyek a házasság hetének időszakában minden évben egy-egy kezdeményezéssel hívják fel a figyelmet a családi élet és a házasság értékének fontosságára. A közösség idén játékot hirdetett, amire minden házaspár jelentkezhetett, akik a házasság hete alatt randevúztak egymással. Az egyesület olyan nyereményekkel készült a nyertes házaspárok számára, amik egytől egyik kapcsolatépítő jellegűek, és a kettesben eltöltött romantikus idő megteremtését szolgálták. Azt gondolom, hogy ezt meg szoktuk tenni, de akkor szoktuk megtenni, ha erre már nagy szükség van. Tehát mondjuk, mikor már elég sokat veszekszünk ahhoz, hogy na most már tényleg itt az ideje. Na most azt gondoljuk, hogy ezt lehet preventív jelleggel is csinálni, és ugyanúgy létrehozható egy szükséghelyzet nélkül az én idő, és tudunk segítséget kérni anélkül is. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásával elkötelezi magát a másik iránt. Vállalják, hogy egymást bátorítják, segítik és védelmezik egész életükben. Ilyen módon a házasság egy felelősségteljes, biztonságos és szeretettel teli közösséget jelent minden pár számára. A házasság hete ezen értékek megőrzésére hívta fel a figyelmet. Újabb rendhagyó történelemórát tartottak a Városházán a Szent István Király Múzeum szervezésében. A rendhagyó előadáson ezúttal a hatodikosok vehettek részt.
Kiszavaz az ára. A Városházi Rendhagyó Történelem óra 2013-ban indult, és a célja akkor is az volt, ami ma, vagyis hogy interaktív módon ismertesse meg még jobban a gyermekekkel az aktuálisan tanult történelemanyagot. A rendezvény kiemelkedő népszerűségnek örvend a diákok körében. Egyik tanulónk úgy nyilatkozott, hogy életem egyik legnagyobb élménye, és ezért érdemes iskolába járni. Engem ez annyira megfogott annak idején, hogy azóta azt vallom, hogy az ilyen jellegű órákra történt élmény pedagógiának nevezem ezt. El kell jönni a gyerekekkel, meg kell nézni, hiszen most ott bennülnek, és részesei lehetnek annak, hogy hol ül a polgármester úr, a képviselőtestület, az iratokat, a feliratokat, illetve a zászlókat magyarázatokkal együtt megismerhetik, és nem utolsó sorban, hogy Székesfehérvár önkormányzat képviselőtestülete meghatároz a Székesfehérvár elkövetkezendő időszakának életét, és erről szavazhatnak a képviselőtestület tagjai, és meghatározzák az utat. Maradjon pogány, vagy keresztelkedjen meg. Országát építeni, fejleszteni szerette volna. A rendhagyó történelemórák lényege az, hogy a múzeumpedagógusok tevőlegesen a diákok önálló gondolatainak előhívásával mutassák be az anyagot. Sokszor közös játékokkal és történelmi kvízekkel is kiegészül a tanítás. A programot városunkban rendszeresen több helyszínen is megrendezik. A Városházi Történelemórák rendhagyó törj óra sorozat 2013-ban kezdődött el a Városházával összhangban, illetve a nyári megemlékezés sorozattal összhangban. Így minden évben a múzeumunk munkatársai olyan foglalkozásokat, olyan rendhagyó történelemórákat dolgoztak ki, amelyek az adott éppen a Rivalda fényben álló uralkodóhoz, az ő életéhez kapcsolódnak. Ilyenkor mindig megalkotjuk, vagy a kollégák megalkották az adott királyhoz tartozó tematikát, és ezt mindig kihirdettük az iskolák számára, ezt a Városháza jóvoltából ingyenesen igénybe tudják venni. És hát választhatnak, hogy melyik uralkodóról szeretnének éppen órát, vagy hát foglalkozást kapni. A legnépszerűbbek és a tanrendbe leginkább beilleszthetőek, talán ez is indokolja a népszerűségüket, Szent István, illetve Szent László. A most ide érkező csoport Szent István életével fog majd megismerkedni egy kicsit kötetlenebb játékosak formában is. Mi volt Szent István király pogány neve? Több éve a Szent István király múzeumnál dolgozom. Egyetem után itt kaptam egy gyakornoki lehetőséget, és utána így több poszton keresztül végül a múzeum pedagógiánál kötöttem ki, ahol gyakorlatilag elsősorban történeti témájú foglalkozásokat tartok. Az állandó régészeti kiállításba, vagy épp Gorziumi régészeti parkba, de ezen felül természetesen a Romkert területén, vagy éppen a Városházi Történelemórák területén is szeretettel várom a csoportokat. Arról szólna az egész, hogy interaktív legyen, hogy ne egy frontális, mint egy iskolapadban megszokott a tanár valamit mond, a gyerek pedig végighallgatja óra legyen, hanem tevőlegesen is az önálló gondolatok segítségével ismerjék meg az adott témát. Például a most látható Szent Istvános foglalkozáson, ott lesz egy kis frontális rész, egy bevezető beszélgetés, utána pedig játékos formában, drámapedagógiai elemekkel átszőve igyekszem átadni a gyermekeknek a tudást. Itt mindig egy nehéz feladat megtörni a jeget a legelején. Egy vadidegen ember ott áll, és azt mondja, hogy most figyelj rám, mert mesélni szeretnék, ez nem mindig olyan egyszerű. Van, aki fogékonyabb rá, van, aki kevésbé, osztályon belül is eltérnek az attitűdök, de hát én szeretném azt hinni, hogy azért a játék is jó élményként, meg a játékos tanulás is jó élményként megmarad. Meg persze a tudásanyag, amit kívánok, hogy elsajátítsanak. Kiket győzött le Szent László? A. A hunokat, B. A tatárokat, vagy C. A törököket. Nem csak itt a Városházi Töri órán, hanem a többi foglalkozáson, óvodástól középiskolásig mindenfajta csoport jön. És nagyon gyakorlott kollégák segítenek nekem abba, hogy hathatósan hozzá tudjak nyúlni egy-egy korosztályhoz. Mindegyikhez másképp kell. Másképpen kommunikálok ugyanarról a témáról egy óvodással, meg egy középiskolással, meg egy alsóssal, vagy egy felsőssel. Igyekszünk mindig a korosztályi igényekhez igazítani a foglalkozásokat, az óvisoknál sok a mese, sok a kézműveskedés. A középiskolásoknál már inkább a kommunikáció a hangsúlyos, az önálló gondolatok
tükrözése vagy kifejtése. A rendhagyó történelemórák témáit és programjait a szervezők előre meghirdetik, így a pedagógusok könnyen be tudják illeszteni a tantervbe. Közel 170 gyermeknek szerzett boldog pillanatokat a Kisgyémántok Gyermekeket Támogató Egyesület. A gyerekek nagy kedvencével, az Alma Együttes koncertjével okoztak boldog pillanatokat a Köfényművelődési Házban az Aranyegymis diákoknak. Lehet eszem, mint ma hozzá a szíved szerint. Tumba, 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 hey! Forró a helyzet, már indulj tovább. Csillogó szemek, izgatott, mosolygós arcok várták az Alma Együttest a Köfényművelődési Ház színház termében. Egy fehérvári egyesület felajánlásából szervezték meg a koncertet a hátrányos helyzetű gyermekeknek. Az egyesületünk az első körben hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik, és szerettünk volna ezeknek a gyerekeknek egy olyan élményt adni és nyújtani az Alma Együttessel együtt, amivel a saját környezetükben jól érezhetik magunkat, és ez a fő cél, hogy saját környezetükbe és egy önfeles szórakozást nyújtsunk ezeknek a gyerekeknek. Miért éppen az Alma? Úgy gondolom, hogy az Alma Együttes meg tudja fogni a lényegét ezeknek a dolgoknak. Közel van a gyerekek szívéhez, és igazából nagyon szereti a sok gyerek az Alma Együttes, és mindenkinek jó, gyereknek, felnőttnek, önfeleten tudnak szórakozni rajta. Egy-egy ilyen akció megszervezése mekkora energiát és egyéb dolgokat kíván tőletek? Igazából, mivel hogy az egyesületben ugye sokan dolgozunk, így eloszlanak a feladatok lényegében, és munka mellett csináljuk, ugye. Nem gondolom, hogy megterhelő, hiszen az, amit az ember szeret, az soha nem megterhelő. Az Alma Együttes évi közel 300 koncertet ad művelődési házakban, óvodákban, iskolákban, fesztiválokon, roadshowkon. Ám mint a zenekar frontembere mondja, minden alkalommal szívesen állnak jótékony ügyek mellé. Az új alakulás az most már egy éve volt konkrétan, lehet most már nem is nagyon új. Egyébként Alex régi motoros az Almában, tehát ő sok-sok évvel ezelőtt már almatagként részt vett a produkcióban. Andris, ő igazából az, akinek teljesen új ez a történet. A kezdetek óta gyakorlatilag, hát Alex is a megmondhatója, folyamatosan támogatjuk és segítjük a rászoruló gyerekeket, a családokat, azokat az embereket, akik, és nem csak egyesületeket feltétlenül, bár most nagyon örülünk, hogy megismerkedtünk a Kisgyémántok Egyesülettel, nagyon cukik és nagyon klassz dolog, de olyan is számtalanszor előfordult, hogy egy-egy gyerekért mentünk el koncertet adni. Úgyhogy ez a kezdetek óta így van. Én személy szerint még az Alma Együttes nem is létezett, amikor egy szággitárral korteremre járva az Ágy Színház, ez volt az előfutára a Bócz doktoroknak, meg a Pirosornak, akkor én is már ott kolbászoltam korteremre a gyerekeknek, és zenéltem, meg valamit mókáztunk ott a többiekkel. Úgyhogy ennek van hagyománya az Almában egyrészt, másrészt meg hát ez azt gondolom, hogy egy ilyen emberi minimum. Nagyon-nagyon népszerűek vagytok egyébként a gyerekek körében. Egy-egy ilyen alkalommal hát ugrálnak, tombolnak tényleg a gyerekek. Mai műsorban mire számíthatnak? Mert most itt ugye nem olyan nagy a hely, föl fogjátok őket hívni a színpadra? Ezt majd a Gabi eldönti menet közben, hogy hogyan tartja tanácsosnak, és milyen a buli dinamikája, de nagy bulira lehet számítani most is, azt hiszem, mint mindig. Tulajdonképpen a kackac kopasz kukac, és ebben a közegben, illetve ebből a célból íródott. Elkezdtük, illetve még mielőtt a változás bekövetkezett volna a zenekar életében, már elkezdték írni annak a lemeznek a betét dalait, ami minden egyes dal valamilyen fogyat élő gyerekcsoporthoz, vagy gyerekcsoportról szól, és ez a kackac kupasz kukac is tagja ennek a csokornak.
Ez a Bicebóca lemez egyébként, tehát Kispiterfi Márti írta az összes verset. Annak idején kitaláltuk ezt a nagyon szép gondolatot, hogy egy ilyen nagy lemezzel támogassuk a beteg fogyatékkal élő gyerekeket, rászorulókat, hiszen mindenhol nem tudunk ott lenni. Ugye ez egy nagyon nagy problémánk, hogy nem tudunk szétszakadni több felé. Nekem személy szerint az is nagy problémám, hogy nem 36 óra egy nap, hanem csak 24. Na mindegy, de a lényeg, ezekkel a dalokkal szeretnénk úgy amblok segíteni, mert ugye ezek a dalok, ezek tartalmazzák vagy szólnak olyan gyerekekről, akik kerekesszékben ülnek, szól dannosokról, ugye a danszindromásoknak már írtunk egy dalt, ebből készült egy klip, a Mutasd Meg címet viseli, aztán látáskorlátozottak, vagy vakok, gyengénlátóknak is van benne vers, siket és nagyot hallókról szól, de még a felelős állattartásról is írt a Márti egy csodálatos verset. Ugyanez nem kifejezetten a beteg és sérült fogyatékos gyerekekről szól, de úgy gondoltuk, hogy ez is van annyira fontos társadalmi üzenet, hogy ezt is bevettük, beemeltük ebbe a lemezanyagba, és ez folyamatosan ezzel most már a srácokkal dolgozunk, hangszereljük, készülnek az újabb és újabb klippek. Úgyhogy a kackackukac ennek a része. Igen. Nálatok azért az jellemző volt már elég régóta, hogy amellett, hogy szórakoztatjátok a gyerekeket, azért nevelitek, tanítjátok őket a zenén és a szövegeken keresztül. A jövőben, illetve hát az új felállás óta ez mennyire változott? Most ugye a beteg gyermekekről beszéltünk, de így a jövőben milyen hasonló jellegű terveitek vannak még? A társadalmi felelősségvállaláson alapuló missziója az Almának töretlen. Nagyon felemelő érzés, hogy ebben részt vehetünk, mind a ketten, Alexszel ezt elmondhatjuk. És hát egyre inkább fokozódik ez a nemzetközi helyzet. Igen, igen. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mivel hála Istennek rengeteg helyen megjelenünk, ez egyfajta nem csak felelősség, de talán nem a legjobb kifejezés, de hatalom az ember kezében, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt ki is használjuk, és jó célokra használjuk, mert minden egyes alkalommal üzenetet tudunk továbbítani, ami több-kevesebb emberhez, de általában hál' Istennek többhez jut el, és ezt kötelességünk felhasználni. Igen, meg arról még nem is beszélve, hogy ennek a hatásait nap mint nap érezzük. Tehát mi kapunk olyan visszacsatolást, kapunk olyan leveleket, kapunk olyan Facebook bejegyzést és egyéb dolgokat, amelyekről pontosan látjuk, hogy milyen hatással bírunk. Például most van egy kisfiú, akinek ugye éppen a Facebookon gyűjtünk konkrétan pénzadományokat, mert egy orvostechnikai eszközre van szüksége, és már most jelezték a szülők, hogy ma Facebookra kiraktuk, és már most jelezték, hogy gyakorlatilag össze is jött, és működik a dolog. Úgyhogy ezek olyan eredmények, amik lehet, hogy pici dolgok, apró dolgok, de én azt gondolom, hogy mindenkinek kutya kötelessége lenne megtenni, ha megteheti. Mi nekünk meg aztán végképp fontos is, hiszen gyerekeknek köszönhet mindent az Alma Együttes, úgyhogy ezt nem győzzük meghálálni. Én legalábbis azt gondolom, hogy ez az én misszióm, személy szerint és a fiúknak is. A gyerekek boldogan várták a nagy kedvencet. Köszönjük ezeket a felajánlásokat, hála Isten sokan megtalálnak bennünket, főleg ilyenkor a farsangi időszakban. Mi szoktunk egy jótékonysági bált rendezni, és akkor is nagyon sokan támogatják az iskolát. Nagy Zsolt, a Kisgyémánt Alapítvány vagy Egyesületnek a vezetője keresett meg engem telefonon, hogy ők szeretnének egy Alma Együttes koncertet szervezni hátrányos helyzetű tanulók számára, és ők a mi iskolánkra gondoltak. Mivel a gyerekek nagyon szeretik a zenét mi nálunk, különösen az Alma Együttest, ezért tényleg nagyon örültünk, mi felnőttek is szeretjük ezt a zenét. És utána már indult a Zsolt segítségével a szervezés, megkereste a zenekart,
és mi meg közben szerveztük az ideutazást. A gyerekekre egyébként milyen hatással van egy-egy ilyen alkalom? Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem vagyunk mások, mint akármelyik kisgyerek, mert igenis a mi gyerekeink is szeretik a zenét, szeretnek játszani, és egy-egy ilyen koncerten lehetőségük van. A koncerten felcsendültek a népszerű vicces, de tanító jellegű dalok, a gyerekek pedig örültek, hogy nem az iskolapadban, hanem az Alma Együttes koncertként tölthették a délelőttöt. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Én pedig jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!